Sandra most jött haza 3 hónap után először, és most találkoztunk. Ez volt az első nem teljes próbánk, csak egy szám erejéig, de most találkoztunk először. Most érkezett meg friss, ropogós, éppen a sütőből az új lemezünk, ez még csak egy ilyen teszt alany és teszt press. Köszönöm. Ez a lemezen 5 számom, ebből egyet már fölvettünk ilyen live sessionben régebben, azt most újra feljátszottuk, továbbá 4-et írtunk ugye erre a kis lemezre, egy kicsit azért más vibe van ennek, mint az előzőeknek. Teljesen új dolgokat, elemeket próbáltunk ki rajta, én is teljesen más énektémákat is hoztam egyébként, ami számomra meglepő, és pont a legutolsó dalunk, ami kijött nekem, az lett egyébként a kedvencem, mert valahogy annyira más vibe-ja van, és csak nem is csak azért, mert más vibe-ja van, hanem tényleg használtunk benne olyan elemeket, ilyen kis szélcsengő, meg egy újfajta gitár, és akkor ettől ilyen kicsit ilyen mágikus kelt a hangulata lett az egésznek, és az nagyon jó, az egyik új kedvencem, és teljesen más stílus, ha meghallgatod az első és az utolsó számot. Igazából azt mondanám, hogy ég és föld, úgyhogy szerintem sokan változtattunk, kicsit ilyen improvizatív az egész, úgyhogy amúgy ezt meg inkább a különlegessége lett a lemeznek, hogy gyakorlatilag ott készült a stúdióban, és így improvizáció a lemez gyakorlatilag. Témát azt általában közösen írjuk meg a srácokkal. Van különböző hangulattéma, ezeket így próbáljuk kibontani. Én részemről nem mondanám, hogy olyan gördülékenyen és olyan nagyon simán ment ez a lemez megírás, de összességében elégedett vagyok vele, így ahogy az összképet nézem, van formája, van íve, de ettől írtam már meg, vagy írtunk már meg gyorsabban, vagy gördülékenyen anyagot. Igen. Általában ilyen belső vívódásokból táplálkozom, illetve mindenféle szociális karikatúra és spiritualitás jelenik meg a dalokban. Ez most egyébként erre a lemezre különösen igaz. Kicsit ilyen, hát nem véletlenül lett Witch of the Dice, egy kicsit ilyen hát sámános, boszorkányos, ami egyébként számomra inkább ezt a természetközelséget jelképezni. Hát most megindítjuk ezt a nyári turnézásunkat igazából egy instantos lemezbemutató koncerttel, és akkor utána egyébként így viszonylag meg is vagyunk már telve a nyárra. Az mindenképpen jó vibe, hogyha a zenekar neki áll utazgatni, fellépni. Én mindig szeretem a többi zenekaromnál is, amikor úton voltunk be, az összekovácsolta a zenekar. Adott egy jó vibe-ot, hazajön az ember, hull a fárt, alszik egyet, aztán valószínűleg egy új számot írni. Aha. És az jó lesz.